Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Biztonságosabb lett a közlekedés, új zebra és jelzőlámpák segítik a gyalogosokat a forgalmas útszakaszon. Tűzifa csalókra hívják fel a figyelmet, a minőséggel és a mennyiséggel is trükköznek. Nulladik nap a gimnáziumban, 56 diák kezdi meg a tanévet Tolnán. Egyháztörténeti kiállítás Kisdorogon, a település vallási kultúrájáról készült tárlat. Új zebra és jelzőlámpák kerültek a Szekszárdról Várdomra tartó 56-os út egyik forgalmas szakaszára. A gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése így sokkal biztonságosabb lett a területen, ahol egyébként a helyi járatos buszmegállót is felújították. Szinte minden autós lassít a Bátaszéki és a Szőlőhegy utcák találkozásában található zebránál. A gyalogos átkelőt néhány hónappal ezelőtt alakították ki itt, most pedig már jelzőlámpa is figyelmezteti a főúton haladókat. A körzet önkormányzati képviselője azt mondja, a biztonságos átkelés régi vágya volt a környéken élőknek. A választási ígéreteim közt ez is szerepelt az óvoda és a játszótér mellett. A óda elkezdett épülni, szerencsére a játszótér megvalósult, a kerékpárút mellett van ivókút, szerencsére most már egy pihenőhelyjel. A beruházás nem terhelte Szekszárd költségvetését, a terület ugyanis állami fenntartásban van. Ez a gyalogátkelőhely, ez nagyon nehéz volt megvalósítani, mivel a magyar közútnak az úttestjén kell áthozni, és ezért nem is a városi költségvetésből készült ez a gyalogátkelő, hanem a magyar közút készítette. Innen néhány méterre egyébként a buszmegállót is felújították, azt a fejlesztést Szekszárd finanszírozta. Az Országos Atomenergia Hivatal a Paksi atomerőmű bővítésére vonatkozóan kiadta az 5-ös számú blokkreaktor épületének építési engedélyét, így lehetővé válik a kivitelezési munkák megkezdése, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. A tárcavezető szerint ez az épület garantálja majd, hogy a nukleáris energia termelés során a reaktortartályból és a hozzá kapcsolódó eszközökből nem kerül ki káros anyag a környezetbe, így biztosítva, hogy külső természeti vagy emberi behatások esetén se kelljen radioaktív szennyezéstől tartani. Rámutatott, az erőmű építése a legszigorúbb biztonsági követelmények mellett zajlik, kiemelte, hogy a két új reaktorblokk megépítésével Magyarország függetleníteni tudja magát a nemzetközi energiapiacok hosszú távú bizonytalanságától, és garantálni tudják hazánk biztonságos ellátását. Végre intenzívvé tudtuk tenni, dinamikussá tudtuk tenni a Paksi atomerőmű építési fázisát, ez biztosítani tudja számunkra azt, hogy 2030-ig az új blokkokat meg fogjuk építeni, és azok működésbe léphetnek, ezáltal Magyarország energiállátásának biztonsága felé nagyon fontos lépéseket fogunk tenni. Újabb adókedvezmény jöhet a 2024 végéig meghosszabbított kedvezményes lakásáfa, akár 2028. december 31-ig is alkalmazható, írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán kedden. Varga Mihály a Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztetett, a kormány 2024. december 31-ig meghosszabbította az 5%-os lakásáfát, ez évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége kezdeményezte, hogy a kedvezményes áfakulcs 2028. december 31-ig alkalmazható legyen, ha az építési engedély 2024 végéig véglegessé vált, vagy az építést eddig az időpontig bejelentették, jelezte a pénzügyminiszter. A kérést a pénzügyminisztérium megvizsgálta és támogatja. A javaslatot ősszel tárgyalhatja az országgyűlés, közölte Varga Mihály. A tűzifa árak megemelkedésével párhuzamosan megjelentek az olyan értékesítők is, akik minél nagyobb haszonnal szeretnének üzletet csinálni. A csalók általában rosszabb minőségű fűtőértékű fát kínálnak eladásra, és rendszerint a mértékegység megjelölésével is trükköznek. Hamarosan itt az ősz, a legtöbben így már most elkezdték a tüzelő felvásárlását a télre. Az árusok körében azonban megjelentek olyan kereskedők, akik vagy az interneten, vagy pedig a településeket járva próbálják megértékesíteni rakományukat, rendszerint becsapva az óvatlan vásárlókat.
Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta. Legutóbb egy 59 éves iregszemcsei nő tett bejelentést, miután egy internetes oldalon egy ismeretlen hirdetőtől 11 köbméter akác tűzifát rendelt, azonban a lerakodás után kiderült, hogy sem a mennyiség, sem pedig a tüzelő fajtája nem egyezik. Megbeszélt időben egy teherautóval megérkezett kettő ismeretlen férfi, és a hölgynek a házánál lepakolták a fát. Ezt követően átvették a kialkudott vételárat, és utána számbaadás nélkül távoztak. A hölgy az később jött rá, hogy valószínűleg csalás áldozata lett, mivel jóval kevesebb fát is kapott, és nem is olyan tűzifát, mint amit megrendelt, hanem attól jóval rosszabb minőségű, tehát gyengébb tüzelőértékű vagy fűtőértékű fát. A vásárlót körülbelül 150 ezer forintnyi kár érte, az ügyben a Tamási rendőrfőkapitányság kezdett nyomozást. A hasonló esetek elkerülése érdekében néhány fontos tanáccsal látta el a lakosokat a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Csak megbízható forrásból származó hirdetőtől, illetve kereskedőtől, eladótól vegyenek tűzifát. A vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális tűzifa árakról. Ezeket az állami erdészeteknek a honlapján szinte napra készen meg tudják nézni, és onnan meg tudják nézni, hogy melyik fafajta mennyibe kerül. A vételárat és a szállítás körülményeit is előre kell tisztázni. Ha a tűzifa fajtáját vagy mennyiségét illetően gyanú merül fel, még a lerakodás megkezdése előtt kérjenek rendőri segítséget. Közel 60 új diák kezdi meg szeptember 1-én a tanévet a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A nyári szünet utolsó napjaiban a gyerekek egy közösségépítő program keretein belül megismerkedtek az iskolával, a tanárokkal és természetesen egymással is. De az ének Vakáció áll a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium fali újságán. Már csak néhány nap maradt a nyári szünetből, az intézményben azonban több éve hagyomány, hogy a tanévkezdés előtt úgynevezett nulladik napon fogadják az újonnan érkező 7. és 9. osztályos tanulókat. Rózsaszín. Igen. De biztos? Most már én magam sem tudom. A nap során a gyerekek bejárják az intézményt, megismerkednek az iskola légkörével, környezetével, a tanárokkal és természetesen egymással is. Azt mindig meg szokta kérdezni egyébként, hogy ki az, aki focizik, meg ki az, aki sportol, tehát az két külön dolog, ugye? Az iskola igazgatója azt mondja, elsősorban közösségépítő céllal jött létre a nulladik nap, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok a programnak köszönhetően könnyebben veszik a kezdeti nehézségeket és gyorsabban beilleszkednek. Az osztályoknak is, a közösségnek is jó, hiszen főleg ahol a magasabb létszámú osztályokról van szó, mint például a 7. osztály, ott azért mégiscsak jobb, ha először egy picit bemutatkoznak, megismerik egymást, ki csoda, mivel szeret foglalkozni, mi érdekli, illetve megpróbálnak az osztályban közös célokat megfogalmazni. Idén 2, 1, 6 és egy 4 év folyamos osztály indul a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, tehát összesen 56 fiatal kezdi meg a 2022-2023-as tanévet szeptember 1-én. Miközben folyamatosan nő az online piac tereken az eladók és a vevők száma, egyre több a csaló is ezeken a platformokon. Az egyik legnagyobb közösségi oldalon található több mint 1 milliárd felhasználóval rendelkező piactér felhasználói közül például minden 6. embert becsaptak már egy elemzés szerint. Hasonlóan az adathalászathoz itt is lényeges az intőjelek korai felismerése. Például a gyanúsan alacsony ár, a magyartalan nyelvhasználat és a sürgetés, mert megóvhatja a felhasználókat attól, hogy becsapják őket. A szakértők szerint a csalások megelőzésének több módszere is van. Az egyik például, ha a vásárlás előtt ellenőrzik az árucikkeket, és csak a helyi eladóktól vesznek terméket. Érdemes ellenőrizni az eladók és a vásárlók profiljait, az értékeléseket, és gyanakodni kell, ha a profilokat csak nemrég hozták létre, vagy túl rövid idő alatt gyanúsan sok pozitív értékelés látható. Fontos a biztonságos fizetési módok kiválasztása is, mivel ezek lehetőséget adnak a visszatérítésre.
Hatodik alkalommal emlékeztek meg a mohácsi csatáról Tolnán. A résztvevő huszárok a csatába vonuló seregek útvonalát járták végig Lúháton, a Pest megyei értől Mohácsig. Az út során minden elhelyezett emléktáblánál lerótták tiszteletüket. A zarándok út során a lovasok napi 35-40 kilométert tettek meg. Így érkeztek meg Tolnára a lovas huszárok, akik a mohácsi csatában részt vett II. Lajos seregének nyomvonalát járták végig. Napi szinten 35-40 kilométeres túra várt a lovasokra, akiket a tűző napsütés és a kánikula sem tántorított el céljuktól. A szekszárdi huszárok 4 éve csatlakoztak a kezdeményezéshez, ezzel is tisztelegve a mohácsi csata emléke előtt. Évről jövünk le Mohácsra 6 nap alatt a Nemzeti Parknak a színeibe, és ahol táblát állított II. Lajosunk, akkor ott mindenhol megállunk, ahol csapatok gyülekeztek, és így mentek le a mohácsi csatába. Próbálunk mindent megtenni, hogy hűk legyünk ehhez a korhoz. A zarándoklat gondolata 1926-ból ered, amikor is a Hadtörténeti Intézet akkori igazgatója, Akházi Kamil ezredes kezdeményezésére emléktáblákat helyeztek el a mohácsi csatába vonuló seregek útvonalán. Az egyik ilyen egyébként itt látható Tolnán, itt a Tolna megyében több helyen is, például a Vármegyeházán, Szekszárdon vagy Bátán is található ilyen. És ez az érdekesség ezeknek a tábláknak, hogy nem csak egy rövid kis tájékoztatást ad arról, hogy itt vonult el a sereg, hanem annál sokkal részletesebb, tehát bemutatja azt, hogy éppen akkor, amikor Tolnán állomásozott a sereg, akkor kik csatlakoztak hozzá, mekkora számmal növekedett a létszáma a seregnek, és hát azt is sajnos, azt az eseményt is, hogy amikor már a török vonult ebbe az irányba, akkor mikor érkezett ide a mohácsi csata után. A szervezők a 2026-os 500. évfordulóra nemzetközi szintű zarándoklatot szeretnének létrehozni. Továbbra is járják Tolna megye településeit a kormányablak buszai. A mobilizált irodában az ügyfelek számos a kormányablakokban elérhető ügytípust intézhetnek, például személyi és diákigazolvány vagy jogosítvány igénylését, lakcímváltozás bejelentést, parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket vagy ügyfélkapu regisztrációt. Továbbá lehetőségük van a lakosoknak a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására is. A kormányablak buszt legközelebb Kaposszegcsön, Faddon, Madocsán és Attalán találhatják meg az ügyfelek. A kisdorogiak közös összefogásával jött létre az az egyház történeti kiállítás, amit ünnepélyes keretek között nyitottak meg. A tárlaton a községben élő 3 népcsoport vallási tárgyai, imakönyvei, családi fényképei, dokumentumai is megtalálhatóak. Legnagyobb kincs pedig az az 1724-es kisharang, amit még az első német telepesek hozhattak. Ünnepélyes keretek között nyitották meg Kisdorogon a Szent Lőrinc egyház történeti kiállítást. A nemrégiben felújított plébánia egyik termében kapott helyet a gazdag, színes kulturális hagyományokkal rendelkező, 3 különböző népcsoportot magába foglaló falunak a vallási életéről szóló összeállítás. A tárlatot Felföldi László megyés püspök nyitotta meg, aki beszédében hálát adott ezért az összetartó közösségért és azokért a kincsekért, amiket a helyiek megőriztek és most kiállítottak. Hát én ennek most nagyon-nagyon örülök és nagyon boldogan látom, hogy a múltnak ebből a félelmetes szenvedéséből milyen gyönyörű gyümölcs lett, és hogy megőrizték az emberi méltóságukat, és megerősödtek, hogy itt kell élnünk, itt kell jelen lenni, és hogy mai nap is ilyen egységben, ilyen gyönyörű ünnepléssel, az ünnep az emberi méltóságnak a legnagyobb mutatója. 2009-ben, amikor az 1809-ben épült Kisdorogi templom 200 éves évfordulóját ünnepelték a faluban, jött az ötlet, hogy átmentsék mindazokat a relikviákat, amik értékesnek mutatkoztak, és mindezt továbbfejlesztve, bővítve jött létre ez a tárgyi emlékekben gazdag kiállítás. Nagyon sok olyan régi tárgyunk van, mint az 1841-es feliratú keresztelőkút, vagy az 1874-es feliratú kereplő, amely azt hiszem, hogy a környékben egyedülállóak, és megpróbáltuk ezek köré még azokat a fényképeket, dokumentumokat, egykori levelezéseket és természetesen levéltári kutatás alapján történetet köré rakni.
ami egy önállóan is megálló kis tárlat lett. Tehát egy gyűjteményből egy kiállítást sikerült létrehoznunk. A kiállítás kettős céllal jött létre. Egyrészt az ide látogatók betekintést kapnak a gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező falu életébe, másrészt a helyiek számára nyújt egyfajta kapaszkodót, ahol visszatekinthetnek múltjuk egy darabjára. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Segítséget kérnek a patacsi tűzkárosultak, romeltakarítás újjáépítés a feladat a Mecseki szőlőhegyen. Nyárbúcsúztató családok a közösség építését tűzték ki célul. Harkány napja és szezonzáró, fesztivállal búcsúztak a nyártól a fürdővárosban. Segítséget kérnek a Pécs melletti patacsi tűzkárosultak. Mint ismert, augusztus 18-án a helybéli szőlőhegyen az egyik lakó hulladékot égetett, de a szeles idő miatt átterjedt a tűz a szomszédos házakra és a mecsek növényzetére. Több ház teljesen lakhatatlanná vált, voltak olyanok is, melyek hamuvá égtek. A károsultak most fórumot szerveztek azzal a céllal, hogy kidolgozzák, milyen módon lehetne orvosolni a bajukat. Megtelt a Pécs közvetlen határában lévő patacsi település művelődési háza a hétvégén. Összegyűltek a tűzkárosult lakók. Szeretnék, ha segítséget kaphatnának szervezetektől, magánszemélyektől és bárkitől, aki érdemben tudná támogatni őket. Szerencsére már most akadt pár támogató. Statikus, szintén felajánlásból. Borza Endre ajánlott, az ő építési irodájában felméri. És akkor meglátjuk, hogy le kell-e bontani, vagy lehet még használni megmaradt falakat arra, hogy a legfontosabb most a romeltakarítás, amit már is az egyik érintett lakó el is vállalt. Egy másik elmondta stábunknak, hogyan élte meg a tragédiát. Hétvégi háza égett le teljesen. Telefonon kaptunk az értesítést, hogy ég a ház. Erre megérkeztünk taxival. A szurdokban állt 8 tűzoltóautó, 2 lajtoskocsi, és a házat megközelítettem. Egy tűzoltó egy slaggal locsolgatta az még parázsló fa szerkezetet. A házat újjá kell építeni, amely körülbelül 5-10 milliós kárt jelent, tette hozzá a károsult. A lassan már 2 hete történt pusztító tűz során hatalmas károk keletkeztek. 2 lakóház teljesen megsemmisült, 19 épület károsodott. A tűzoltók több órás megfeszített munkával tudták eloltani a lángokat. A tragikus eset felkarolását egy helybeli lakos vállalta. Az, hogy egy ilyen eset történt itt nálunk, ez feladja azért olyan szempontból is a leckét, hogy mi az, amihez például egy adománygyűjtéshez tehát engedély kell-e, nem kell-e, mi az, amit gyűjthetünk, mi az, ami kell egyáltalán. És nagyon fontos volt, hogy ezt maguk a károsultak mondják el egy hét elteltével. A lakossági fórum ebből a célból jött össze. A romeltakarítást követően új építési engedélyek után kell nézniük. Aggódnak, lehet-e vajon újraépítkezni ezen a területen. Tervei közt szerepel megszólítani a karitatív szervezeteket is. Szezon záró születi fesztivált tartottak Harkányban. Nyáron ünnepli a baranyai település városi rangra emelését minden évben. Ennek záró eseménye a születi fesztivál, ami a nyári üdülési szezonnak a végét is jelzi. A település polgármestere azt mondja, ma már Harkány a családok úti célja. Ez meghatározza a termál fürdő fejlesztési irányát. Jelmezes mai zenei hangzással kísért előadás készült a Harkányi Gyógyvíz és az Ördög szántotta hegy legendájából. Ezt a negyedórás darabot előadták a Harkányi Szüreti Fesztivál színpadán is a hétvégén. A település polgármestere azt mondja, ilyenkor emlékeznek meg arról, hogy Harkány várossá vált, és ezt a Szüreti Fesztivállal koronázzák meg. Egész nyáron fürdőváros révén folyamatosan folynak a programok a városban, és ez az utolsó olyan nagy szabadtéri rendezvényünk. Hát mondhatjuk úgy is, hogy a szürette legyen értékű, bár Harkányban is igen komoly szőlőterületek vannak, és már egy hete elkezdődött a szüret, de hát a szüret is a,
a szezonnak, vagy a mezőgazdasági szezonnak a zárásának mondható. Hát mi a fürdőszezont, vagy a strandi szezont zárjuk ezzel ünnepeljük meg. A városvezető azt mondja, a Covid, illetve a járványhelyzet alatt a vendégkör jelentősen átalakult. Ezzel párhuzamosan a fürdőben jelentős fejlesztések, változások történtek, tehát elindult az új élményfürdő, a beltéri gyermekvilág, a kültéri gyermekvilág, tehát igazából most azt lehet mondani, hogy a Harkányi fürdő az 0-100 évesig mindenkinek megfelelő kikapcsolódást nyújt, és ennek megfelelően lett a program is hangszerelve, tehát hogy olyan fellépők és olyan műsorszámok kerültek megszervezésre, vagy kerülnek megszervezésre, ami kiegészíti magát a fürdőzést is, vagy az utolsó nyári hétvégét. A fesztiválon hazai és külföldi sztárok is felléptek. A nyitónapon Boban Márkovics zenekar adott koncertet a Baranyai fürdővárosban. Második alkalommal rendezett nyárbúcsúztató délutánt a Fiatal Családosok Kaposvári Klubja. A rendezvény során a programok sokassága várta a gyerekeket, a szülőket és a nagyszülőket. A rendőrautók mindig nagy népszerűségnek örvendenek a gyermekek körében, addig nem csak a jármű felszereltségét, hanem számos érdekes eszközt is megvizsgálhattak az érdeklődők. A gyerekek nagyon örülnek neki, hogy kipróbálhatják ezt a vicces szemüveget, vagy milyen rendőr szemüveg, ez ittas szemüveg, meg színes programok, és ez nagyon tetszik nekik, hogy mindent ki lehet próbálni, mindenhol kapnak egy kis ajándékot, és ez egy szuper délutáni program. A Fiatal Családosok Kaposvári Klubja második alkalommal szervezett ilyen nyárbúcsúztatót az északnyugati városrészben. A kalandos manótéri délutánt kézműves foglalkozások, trambulin, lufi hajtogatás, népi játékok és bábkészítés is színesítette. A szervezet nem titkolt célja az volt, hogy így hozza egymáshoz közelebb a kaposvári közösségeket. Az volt a célunk, hogy a családok, a gyerekeket, nagyszülőket, szülőket együtt mozdítsuk ki, ezért a programokat is olyanra állítottuk össze, ami mindenkinek tud elfoglaltságot adni, és leköti a gyerekeket is. A fő célunk, hogy mozduljanak ki a számítógépek, telefonok világából. A családi délután résztvevői egy mókás selfie automatát is kipróbálhattak, az elkészült fotót pedig hazavihették magukkal emlékbe. Végül nézzük Fők Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Biztonságosabb lett a közlekedés, új zebra és jelzőlámpák segítik a gyalogosokat a forgalmas útszakaszon. Tűzifa csalókra hívják fel a figyelmet, a minőséggel és a mennyiséggel is trükköznek. Nulladik nap a gimnáziumban 56 diák kezdi meg a tanévet Tolnán. Egyháztörténeti kiállítás Kisdorogon, a település vallási kultúrájáról készült tárlat. Szerdán délelőtt napos idő lesz, kevés fátyol felhőzettel, délután már több lesz felettünk a felhő, de összességében nyárias idő ígérkezik. Csapadéknak estig kicsi az esélye. Az északi szél a nap nagy részén mérsékelt marad, majd estére több felé megerősödik. Éjszaka jelentősebb esőkre kell számítani. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!